Köszöntöm a nézőket, a hét legfontosabb történéseivel jövünk a körképben. Tartsanak velem! Megkezdődött az iskola év Szerbiában. 1576 elsős általános iskolás iratkozott be idén magyar nyelvű tagozatra Vajdaságban. Ez a szám tavaly 1623 volt. Szabadkán és a hozzá tartozó településeken több a magyar elsőosztályos tanuló. Tavaly 325-en voltak, most 354-en. Szeptember 1-e egy új fejezet sok kis ember életében. A Szabadkai Kizur István általános iskolában a már elsősök és a tanítók egyaránt várták, hogy megismerkedhessenek egymással. Újabb iskolatáskák, újabb érdeklődő arcok. 92 új tanuló ült be az iskola padjaiba. Nagyon izgatott voltam még tegnap is. Én féltem, de hát örültem, vártam, és kicsit izgattam. Zettest, hogy mi bit lépa, és bicsi jako srečne. Srečne učiti, bicsi mi lépa. A Kizur István általános iskolában idén 3 szerb és 1 magyar tagozatot nyitottak. Magyar nyelven 20 kis diák tanul majd, ami csökkenést jelent a tavalyihoz képest. Na magyarskom nastavnom jeziku je manje, jer smo prošle godine imali 2 odeljenja na magyarskom nastavnom jeziku, s obzirom da nam je upisano 30 učenika. Međutim, neki su se odselili, a neki u inostranstvo otišli. Sorakoznak a gyerekek a Széchenyi István általános iskolában, már túl vannak az ünnepi ceremónián. Bemegyünk a terembe, és ott leülünk és tanulunk. Természetesen az első óra gyermekjátékokkal telt el. Idén 10 első osztály nyílt, amelyből magyar nyelven 5 osztály van. Mostanáig összesen 143 elsős iratkozott be, és magyar tannyelven pontosan 74 tanuló jár az első osztályba. Az MNT idén is osztott tanszercsomagot a tanulóknak, amely többek között első füzetemet, ceruzákat, filctollat, rajzfelszerelést, ugrálókötelet és labdát tartalmaz. Vajdaságban több mint 100 helyen nyújthatták át hétfőn és kedden a Magyar Nemzeti Tanács beiskolázási tanszercsomagját. Bezdánban és Bácskertesen összesen 20 magyar ajkú kisdiák kezdte el az első osztályt. Nekik politikusok adták át a csomagot. Hétfőn becsöngettek az iskolába. Bezdánban 14, Bácskertesen viszont 6 magyar elsős ült be az iskolapadba. Bezdánban a negyedik osztályos tanulók műsorral készültek az elsősök fogadására, az elsősök pedig népdal tanultak. Az MNT beiskolázási tanszercsomagjának nagyon örültek. A csomagban füzetek, írószerek, tolltartó, rajzfelszerelés, valamint ugráló kötél és labda is volt. Van labda, meg ilyen tolltartó, meg ilyennek, amikor az iskolára. Vártad már a sulit, és mit vártál a legjobban? Hát azt, hogy menjek suliba, és megtanuljak mindent. Hajnal Jenő, az MNT elnöke személyesen adta át a kicsiknek a csomagokat. A mai nap egy szerződéskötés. Szülővel, gyermekkel együtt odafigyelünk rá, pedagógussal együtt, hogy az általános iskolát, középiskolát magyar nyelven fejezze be. Bízunk abban, hogy a felsőoktatás magyarosításával együtt, mint több gyermek itt szülőföldi magyarul is tud tovább tanulni. Bácskertesen tavaly 11 magyar elsős volt, idén 6-an iratkoztak magyar tannyelvű osztályba. Mi az, amit majd szeretnél tanulni? Az a Dávidom majd megmutassa, vagy megmondja, nem tudom. Én még csak most kezdem az iskolát. És mit vársz? Melyik tantárgyat? Biztos hallottál a tantárgyakról. Nem hallottam, de magyart. Nem csak ezen a településen, hanem egész Vajdaságban csökkenő tendenciát mutat a magyar gyerekek száma. Potápi Árpád János szerint mély demográfiai válságban van a magyarság, ezért mindent elkövet a magyar állam, hogy támogassa a határon túli gyerekeket. A szórványra próbálunk minél jobban
odafigyelni, hiszen látjuk a statisztikákat. Mindenhol fogy a magyarság, viszont arányaiban a legjobban a szórványban. A tömbmagyarság az arányait nagy részt megőrizte Kárpát-medence szerte, viszont a szórvány nem, és ezért azt gondoljuk, hogy ha a szórványt feladjuk, utána következnek a fontosabb vagy a nagyobb bástyák. Éppen ezért indítottuk meg például a Petőfi Sándor programot, ami éppen a szórvány magyarságra figyel oda. Pásztor István elmondta, hogy a megmaradásunk alappillére a magyar nyelven való tanulás. Szülőknek szeretnék köszönetet mondani a családoknak, hogy úgy nevelték föl a gyerekeiket, hogy magyar iskolába iratkoztak. Ez a megmaradásunknak az alapja. A politikának pedig az a feladata, hogy segítsen a szülőknek, segítsen a terheknek a viselésében. Ezt a célt szolgálja többek között a mai nap is, amikor csomagot ad a Nemzeti Tanács anyaországi támogatással az első beindulóknak. A 40 euró értékű tanszercsomaggal a szülők kiadásain szeretnének enyhíteni. Vajdaságban több mint 100 településen adják át az MNT tanszercsomagját a tanács tagjai. Bőven van még férőhely az Európa Kollégiumban Újvidéken. Az első körben 150 szálláshelyet hirdettek meg. A pályázat lezártáig 75 elsős jelentkezett, tájékoztatott a Magyar Nemzeti Tanács hivatala. A napokban megnyíló második pályázati körben már a felső évesek jelentkezését is várják. A sikeresen pályázó egyetemisták október 1-én vehetik birtokba a több mint 400 férőhelyes épületet. Az Európa Kollégiumban a kétágyas szobákhoz hűtőszekrények, közös konyha, fürdőszobák és közösségi helyiségek is tartoznak. Ezen kívül szakszolgálat és internet hozzáférés áll a hallgatók rendelkezésére. A leendő hallgatók egy csoportja június közepén járta körbe az épületet. Gyönyörű. Az igazság az, hogy elállt a szavam, mikor megláttam. Én tetszett, hogy a szobák nagyon modern van kialakítva, illetve hogy kétágyasak, szóval talán szempontjából is. Szerintem nagyon megfelelő. Hamarosan beindul a szakkollégiumi rendszer is, ami azt jelenti, hogy nevelő tanárok irányítják majd a közösségi foglalkozásokat, különböző előadásokat, programokat és intézménylátogatásokat. És lesz könyvtári szolgáltatás is. A legújabb szabványok szerint felépített kollégiumba mégiscsak fele annyi elsőéves jelentkezett, mint amennyi ott lakhatna. Bábi Attila, az MNT hivatal vezetője elmondta, kevés egyetemista döntött idén az újvidéki továbbtanulás mellett. Sokan inkább Magyarországra iratkoztak. Ennek ellenére azt állítja, hogy a kollégium férőhelyeit betöltik, hiszen nem csak az alapképzésre járók vehetik igénybe jutányos áron a szobákat. A következő körnek a kiírása az a fennmaradt 75 helyről fog szólni, még újabb 250 helyről. A pályázat valószínűleg október 1-én lesz kiírva, és október 20-áig fog tartani, de ezen a pályázaton már, mivel az első kör az az elsősökről szólt, a második köri pályázatra már mindenki jelentkezhet. Vagyis mindegyik évfolyam hallgatói, a mesterhallgatók, a doktoranduszok, azok, akik először írják be az abszolvensi évet, és azok az orvostanhallgatók is, akik specializációjukat folytatják, pályázhatnak majd az Európa Kollégiumba. Az épület műszaki átadása várhatóan a héten megtörténik, valamint a kollégiumi engedélyt is megkapja majd a diák otthon. A felsőévesek számára is elérhető pályázat megtalálható lesz a Magyar Nemzeti Tanács honlapján az mnt.org.rs címen. Az első körben sikeresen pályázók névsorát várhatóan jövő hét végén teszik közzé. A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségének tagjai közül hárman, két újságíró és egy marketinges munkatárs vállalja azt, hogy a Pannonár TV-ben folytatja munkáját. A többiek a Pannonár TV felkérésére azt mondták, egyelőre kivárnak. Aztán a szerkesztőség Facebookon tett közzé több írást is. Ezekben egyebek mellett azt írják, nem kívánnak frigyre lépni a Pannonnal. A Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségében nem mindenki örül annak, hogy a Pannonár TV átvenné a Szabadkai Rádió magyar munkatársait. Ezzel kapcsolatban a napokban több írást is közzétettek a legnagyobb közösségi oldalon. Az egyikben az olvasható, hogy a magyar szerkesztőség munkatársainak többsége hű marad a 47 éve működő intézményhez. Nem hivatalos közleménynek keresztelt írásukban pedig így fogalmaznak.
A magyar szerkesztőség picit fölösleges ebben a történetben, ezért már néhány hónapja háttérben folynak a próbálkozások, hogy nem lépnének-e a Pannonnal Frigyre, csak hogy mennénk már a háztól. Rosszabbak, mint a békebeli falu sikerítők. Óckodunk ettől a házasságtól, pedig hivatalosan ugye meg is kérték a kezünket. A többség azonban nemet mondott. Német Ernő megbízott főszerkesztő azt nyilatkozta, számukra csak akkor elfogadható az egyesülés, amennyiben a Szabadkai Rádió magyar szerkesztősége jelenlegi formában, a jelenlegi műsor struktúrával változtatás nélkül folytathatná a munkát, bármilyen beavatkozás nélkül a Pannon részéről. A Szabadkai Rádió szerb nyelvű szerkesztősége elégedetlenségét fejezte ki, mert úgy érzik, az ő sorsuk senkit sem érdekel. A Maglocsisztács nevű portálon megjelent írásban Zlatko Romić, a szerb szerkesztőség újságírója úgy fogalmazott, sérelmezik, hogy Szabadka vezetése érdemlegesen nem reagált arra, hogy a Pannon munkalehetőséget ajánlott a Szabadkai Rádió magyar szerkesztőségében dolgozó újságíróknak. Szerintük a magyar szerkesztőséget csak saját sorsa érdekli, de a rádió egészen nem. Német Ernő elmondta, a kialakult helyzet ellenére nincs súrlódás a szerb és a magyar szerkesztőség munkatársai között. Semmiféle súrlódás nincs szerkesztőségek között, ugyanúgy dolgozunk együtt, mint ahogy eddig dolgoztunk. Vannak a Szabadkai Rádióban olyan emberek, egy-két szeméről van szó, akiknek problémái vannak egyrészt az intézménnyel, és ugyanúgy az intézményen keresztül a magyar szerkesztőséggel, de ez gyakorlatilag tavaly május óta tart ez a helyzet, és nem a privatizációra vezethető vissza. Német Ernő előzőleg azt nyilatkozta, a kisebbségi nyelvű közszolgálati tájékoztatás ilyen arányú leépítése sérti és jelentős mértékben csorbítja az adott kisebbségek, köztük a magyarok szerzett jogait. Úgy véli, párbeszédet kell indítani. Arra kellett volna megoldást keresni, miként lehet átmenteni ezen szerkesztőségeket úgy, hogy azok működése, önállósága és ezzel párhuzamosan a média pluralizmus ne kerüljön veszélybe. Díjkiosztó gála estet rendeztek a Guillaume Nándor emlékházban Szent Tamáson vasárnap este. Negyedik alkalommal hirdették meg az író nevét viselő novella és regény pályázatot, amelyre a Kárpát-medence valamennyi magyar lakta területéről érkeztek pályaművek. Az idén ifjúsági regény és novella pályázatot hirdettünk. Február 1-én hirdettek szépirodalmi pályázatot a Szent Tamási Guillaume Nándor emlékházban. Novellákkal és regénnyel lehetett benevezni a versenyre. A novella pályázat lezárult, a díjazottaknak gálaestet rendeztek a szervezők. A legjobbnak a kolozsvári Böjte Pál novellája bizonyult. Egyszerű történeteket mesélek. Nem hajtok senkit sem oktatni, vagy mélyebben elgondolkoztatni. Ha valaki ezt megteszi, akkor azt megköszönöm neki. És szeretném, ha valaki vissza is jelezni ezt, hogy elgondolkozott azon, amit leírtam. Egyébként egyszerűen történeteket mesélek. Az idei pályázatra, ami jeligés volt, 57 mű érkezett. A bírálóbizottságnak nem volt könnyű dolga, hiszen valamennyi írás megnyerte a tagok tetszését. 13 pályamunka nagyon erősen kiemelkedett a mezőnyből. Hozzá kell, hogy tegyem, hogy közöttük nincs is olyan nagy minőségbeli eltérés vagy különbség. Nagyon közel álltak egymáshoz ezek a novellák. A novella és regény pályázat társszervezője az idén is a Fórum Könyvkiadóház. Nagyon fontos a szerzők számára egyfajta megerősítésként, illetve hát a Guillaume pályázat esetében tudjuk, hogy jeligés pályázatról van szó. Itt nem lehet részrehajlással vádolni sem a kiadót, sem a zsűrit, úgyhogy én csak támogatni fogom mindenkit arra, hogy ezeken a pályázon, és nagyon reméljük, hogy nagyon sok jó novella és regény fog születni a továbbiakban is. A nyertes pályaművek mellett még 10 novellát javasoltak megjelentetésre. Ezeket a Magyar Szó kilátó mellékletében, valamint egy novella gyűjteményben olvashatják a szép irodalom kedvelők. Elkezdődött a 63. kanizsai írótábor. A csütörtöki nap a Kapitány László könyvborítóiból összeállított kiállítás megnyitójával, a szabadságról szóló irodalmi beszélgetéssel és a vajdasági könyvkiadók bemutatkozásával ért véget.
A vajdasági kiadók sorában ezúttal a Magyar Művelődési Intézet, a Fórumkönyvkiadó, az Életjel és az Etna mutatta be kiadványait. Elsőként Bodor Anikó, Széles a Duna című posztumusz kiadványáról beszélgettek a résztvevők, amely Báskertes népzenei hagyományait gyűjti egy csokorba. Ez egy zenei falu monográfia Kupuszináról, illetve bevezető tanulmányokkal együtt egy néprajzi, falutörténeti, nyelvjárási szokásokat áttekintő kötet, amit Anikó életében elkezdett írni, szerintem az élete utolsó éveiben ezzel foglalkozott, a Vajdasági Magyar Népdalok egyetemes kiadása mellett. Az Újvidéki Fórum könyvkiadó több kötetet is bemutatott, köztük Lénárd Róbert Skizopolis című művét is, amely a társadalom peremére szorult emberek világát tárja az olvasó elé. A kirekesztett emberek azok, akik igazán érdeklik, nem hiába Skizopolis a címe ennek a kötetnek, hiszen lényegében a skizofréniáról szól, arról a skizofréniáról, amit a mindennapjainkban mi is kénytelenek vagyunk átélni, megszenvedni, hiszen mindannyian ide születtünk, ebben a világban próbálunk megboldogulni. Nekem bármely kiadónak is nagyon korlátozni ezt a fajta tevékenységet. A rendhagyó irodalom órákat követően az Art Caféban bemutatásra került a Hol tartasz, hol tartunk című kiadvány, amelyben az írók írásbeli válaszokat adtak a nekik feltett kérdésekre. Ezt követően a mögöttem látható széles utcán az írótábor résztvevői találkoztak az itt lakókkal, a szemtől szemben író-olvasó találkozó keretében. A nap az Art Caféban a Darvasi László magyarországi író és költővel folytatott beszélgetéssel zárult, aki a Magyar Kanizsai Írótábor idei díszvendége. A Magyar Távirati Iroda Kárpát-medencei fotóiból nyílt kedden kiállítás a Szabadkai Városháza Artporta galériában. A kiállítás a határon túli magyar közösségek ünnepét és hétköznapjait mutatta be, és többek közt felvidéki várakról, csíksomjói búcsóról, valamint a csantavéri Durindó Fesztiválról is láthattak fotókat. A Magyar Szemmel a Kárpát-medencében című kiállításon a Magyar Nemzeti Hírügynökség fotósainak felvételei mutatta be a határon túli magyar közösségek ünnepeit és hétköznapjait. Szabadka város napján a 74 képet tájegységenként csoportosítva állították ki az Artporta galériájában és a Városház előcsarnokában. Az, hogy Szabadka város napján, Szabadka város ünnepén lehetünk itt, azt hiszem különösen szimbolikus értékű a számunkra. A kiállítás Szabadka város önkormányzata, a Pannon RTV és a Magyar Távirati Iroda szervezésével jött létre. A Magyar Távirati Irodát és a Pannon Televíziót sok éves szoros együttműködés köti össze. Amikor én hallottam, hogy eljutott ez a kiállítás Kolozsvárra, és felkínáltak a lehetőséget, hogy onnét átköltözzön ide Szabadkára, akkor kapva kaptam az alkalmam, hogy ez ide jöjjön. Maglai Jenő Szabadka polgármesterre megnyitó beszédében megköszönte a Magyar Távirati Irodának ezt a gazdag kiállítást, a fotósoknak pedig a remek képeket. Talán többször kellene ilyen fotókiállításokat szervezni, akár itt a Városházán, vagy akár más közintézményben, hiszen a fotók azok valójában megörökítik azt az életet, ami igazából most körülöttünk van. Cseke Csilla a kiállítás kurátora, a meglévő fotókból először tematikus válogatást végzett, majd szűkítette a kört. Úgy válogatjuk, válogattam, hogy a sorozatban hogy néznek ki jól, tehát egymás mellett mit lehet összekapcsolni. A most kiállított 74 fotóból álló fotósorozatot Szabadkáról Fülekre fogják vinni, és az itt kiállított Füleki várban, illetve a mögötte levő bástyában fogják kiállítani. Pénteken indult a Fölszállott a páva harmadik évada. A nyári válogatókról készült összeállításokat tűzi műsorára 8 héten keresztül a Duna Televízió. A verseny és természetesen ezzel együtt az élőadások novemberben kezdődnek. Így gyakorolták a gyerekek a kender feldolgozását a Gyermekpáva Szekszárdi első területi válogatóján. Sárpi! Emma Uer Blanka a Bokréta énekegyüttessel érkezett. Mert engem megnyugtat, ha énekelek, és akkor nem vagyok ideges, nem vagyok mérges senkire, és akkor én jól érzem magam. Ezúttal is énekes szólisták és énekegyüttesek, hangszeres szólisták és zenekarok, szóló és páros táncosok.
valamint néptánc együttesek kategóriában állnak színpadra a versenyzők. Az MTVA és a Hagyományok Háza összesen 8 előválogatót tartott itthon és határon túlon egyaránt. A népzenei és néptáncos tehetségkutató műsor harmadik évadában több mint 2006 és 14 év közötti ifjú tehetség áll a szakmai zsűri elé. Balog Júlia felszállott a Páva vezető szerkesztője az M1 hírfolyamában azt mondta, a műsor is megmutatta, hogy nagyon tehetségesek a fiatalok, mert a kultúrát meg lehet örökölni. Az, hogy ebbe a közmédia becsatlakozott ebbe a mozgalomba, ez nagyon-nagyon nagy dolog, hisz ez ilyen virágtömlesztést is jelentett bizonyos értelemben az emberek tudatában. Nagyon sokan azzal kerestek meg bennünket, hogy ennyi tiszta arcú magyar fiatal van, akkor nincs elveszve semmi. A nyári területi válogatókról készült filmeket péntekenként 8 héten át tűzi műsorára a Duna. Ezután derül csak ki, melyik az a 48 produkció, amelyel a nézők a novemberben kezdődő élőadásokban találkozhatnak majd. Csütörtökön kezdődött Újvidéken a 15. utcai zenészek fesztiválja. A három napon át tartó rendezvényen több mint 20 országból 150 résztvevő lépett fel. Már 1,5 évtizede rendezik meg az utcai zenészek fesztiválját a vajdasági székvárosban. Idén is a világ szinte mindegyik kontinenséről érkeztek vendégművészek. Csütörtök este a muzsikusok és a zsonglőrök felvonulásával nyitották meg a már hagyományossá vált rendezvényt. Én majdnem minden évben eljárok. Zenéltem is itt azon az egyik, azon a kamionon, még lehet nem ugyanaz volt egy évben, ugyanúgy a Dragoljub Gyuricsicsa. Csütörtök délután az olaszországi Toszkána muzsikusai mutatkoztak be. A Duna utcában és a parkban is akadt egy-egy helyi zenész, akik síppal, hegedűvel és gitárral dobták fel a hangulatot. Pune Park drústvai ľudí szivalú tamburásai muziku. A Szabadság téren folytatódott a buli, ahol egy újvidéki és egy fiumei együttes lépett fel. Pošto je jako lepo vreme i to je isto jako dobar faktor koji će nam sigurno pomoći, imamo jako bogat program, a ova povorka je već jedna vrsta tradicije. Az utcai zenészek fesztiválja szombaton zárul Újvidéken. Köszönöm a figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel. Viszontlátásra!